A 2018-ban kiváló megyei kórház címet elnyert, a régió egészségügyi ellátásában kiemelkedő szerepet betöltő Győri Petszaladár megyei oktató kórházban 2018 és 19 között valósult meg a patológiai osztály fejlesztése és a kórházi csőposta rendszer kialakítása, mely hozzájárul a gyógyító munka hatékonyságának jelentős növeléséhez. A kórház épületein belül működő csőposta rendszer az anyagok gyors, gazdaságos és megbízható szállítására nyújt optimális logisztikai megoldást. A csőposta rendszerrel vérminták, vérkészítmények, szövetminták, gyógyszerek és gyógyszerkészítmények, infúziós oldatok, akár kisebb műszerek, leletek és dokumentumok juttathatók célba. A korszerű logisztikai rendszerrel jelentős munkaidő és költség takarítható meg, miközben a szakképzett személyzet nagyobb figyelmet fordíthat a gyógyító munkára. A fejlesztés az Állami Egészségügyi Ellátóközpont által lebonyolított országos program része, mely 143 millió forint értékben Európai Uniós pályázati forrásból valósult meg. A Csőposta Központ építészeti kialakításához a Petszaladár Kórház 7 millió forinttal járult hozzá. A rendszer hasznosságát jelzi, hogy az elmúlt hónapokban csaknem 13 ezer küldeményt szállított a hálózat. Számítások szerint ez több mint 2000 kilométer utat jelent, azaz a Győr-Brüsszel távolságot oda-vissza. Az elmúlt három évtized hiányát pótolja a patológiai osztálykomplex fejlesztése. A beruházás központi eleme az Állami Egészségügyi Ellátóközpont által bonyolított országos projekt részét képező 135 millió forintos orvostechnikai és informatikai fejlesztés. Ennek keretében új boncasztalokkal és 21. századi hisztopatológiai eszközparkkal bővült az osztály. Víztelenítő automata, indítóasztal, beágyazóasztal, festő és fedőautomata, rotációs mikrotómok, blokk archiváló rendszer, mikroszkopok segítik a diagnosztikai munka hatékonyságát. A beruházás építészeti része 38 millió forintból valósult meg. Megújult a boncterem, a halott hűtő, a kegyeleti szoba és a többi kiszolgáló helyiség. A fejlesztést a Petszaladár Kórház Viszmajor támogatásból, saját forrásból és civil támogatásból 35 millió forinttal egészítette ki. Ebből a forrásból készült el a közműellátás, a klímák, a szellőzés, a bonctermi világítás, a dolgozói helyiségek és további eszközök vásárlása is lehetővé vált. A Széchenyi Egyetemmel való együttműködés révén az osztály 20 millió forint értékű mikroszkóprendszerrel is bővült. A patológiai osztály szakmai tevékenységei iránt jelentős érdeklődés mutatkozik. A Győri Kórház 9 patológus rezidens képzését kezdte meg az elmúlt években.